Most pedig üzemeljük be a távirányítónkat. A legelső, legfontosabb dolog, hogy a mellékelt útmutatókat nézzük át, tanulmányozzuk. Ebben le van írva, hogy hogyan tudunk a rádión szoftvert frissíteni, programozni, illetve találunk a mobil alkalmazáshoz egy kis útmutatót. A rádió alján van 2 darab QR kód, amit hogyha beolvasunk a telefonunkkal, akkor elnavigálhatunk a gyártónak a weboldalára, onnan letölthetjük a legfrissebb szoftvereket, alkalmazást a telefonra. Az alkalmazást a már szokott módon telepítsük, előfordulhat, hogy telepítéskor nem akarja engedélyezni majd a készülékünk, a telepítés, mivel külső forrásból származik, ilyenkor hozzá kell járulni a telepítéshez. Illetve a másik fontos dolog, hogy mindent engedélyezzünk, amit az alkalmazás majd az elindítás után kér. Hát a hely meghatározást is majd be kell kapcsolni hozzá, anélkül ugyanis nem fog működni az alkalmazás. Ahhoz, hogy a távirányítót be tudjuk üzemelni, szükségünk lesz valamiféle tápforrásra. Az adóhoz ugye mellékeltek egy ilyen kis akkumulátortálcát, amibe NEMH típusú ceruzaelem méretű akkumulátorokat tudunk belehelyezni. Hát én most nem ezt használok, nekem egy 2 cellás lipó van belerakva, illetve ugye szükségünk lesz egy kis lipó akkumulátorra, amivel majd a vevőnket fogjuk üzemeltetni. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy bekalibráljuk a rádiónak a botjait. Állítsuk a botokat középre, majd ezt a trim kapcsolót toljuk el balra, és kapcsoljuk be a rádiót. Ekkor a ledek elkezdenek villogni, először a botoknak az úthosszát fogjuk bekalibrálni, ehhez ütközésig térítsük ki minden irányba a botokat. Mindkét botnál csináljuk meg ezt. Állítsuk középre a botokat, és most ezt a trim gombot nyomjuk meg jobb oldalra. Ekkor bekalibráltuk a botoknak a középállását, és ezzel véget is ért a kalibrálás. Ahhoz, hogy a vevőnk kommunikáljon a rádióadóval, össze kell őket párosítanunk. Ez biztosítja majd azt, hogy más rádióadó jeleit ne fogja a vevőnk, csak a miénket. Az összepárosítás ennél a típusnál nagyon egyszerű. Az egyes csatorna felőli oldalon a nyáklapon található egy picike kis gomb, az a bindelő gomb, azt kell majd benyomnunk. De először is áram alá kell helyeznünk a vevőkészüléket, ehhez érdemes elkészíteni egy átalakító kábelt, aminek az egyik vége egy szervó csatlakozó, a másik vége pedig az általunk használt akkumulátor csatlakozójával kompatibilis. Ez polaritás helyesen a 8-as csatornára fogom rádugni. A panel felől lesz mindig a negatív, azaz a fekete színű kábel. A rádiókészülékünk legyen bekapcsolva, és akkor most a vevőt áram alá helyezzük. Mielőtt összecsatlakoztatnánk az adót az akkumulátorra, feltétlenül ellenőrizzük azt, hogy itt a csatlakozónál is polaritás helyes-e a bekötés. Hát ez az adó és vevő már össze van párosítva, de ha nincs, akkor itt ez a piros LED, ez folyamatosan villog. A párosításhoz nyomjuk meg ezt a gombot, és tartsuk lenyomva több mint 1 másodpercig. Majd utána engedjük el a gombot, és hogyha sikeres volt a párosítás, akkor a LED villogása megszűnik, és helyette folyamatosan világítani fog. Innentől kezdve a rádiónk kommunikálni fog a vevővel. Miután összepárosítottuk a rádiót és az adót, vegyük elő a szervókat, csatlakoztassuk őket az 1-es és a 2-es csatornára. Ügyeljünk arra, hogy polaritás helyesen legyenek rádugva, illetve ellenőrizzük le, hogy a szervóknak a vezeték kiosztása megegyezik-e a vevő lábkiosztásával. Itt ugye az alsó nyák felőli tüske lesz a negatív, utána jön a pozitív és végül a jel. Ha a szervókat csatlakoztattuk a vevőhöz, akkor helyezzük áram alá a rendszert. Először is kapcsoljuk be az adót. Mindig ez legyen a sorrend a bekapcsolásnál, hogy először az adó, és utána a vevő. Ha ez megvan, akkor elméletileg mozogni kellene mind a 2 szervónak.
Az első bekapcsoláskor a rádión egy alapprogram van. Itt minden kormány neutrális helyzetben van még. Jelöljük meg a szervókon ezt a neutrális helyzetet. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy ide a szervó oldalánál rajzolok egy kis vonalat, oda, ahová majd a szervókar kerül. Tehát, hogyha a szervókart odaállítom, akkor az lesz a neutrális helyzete a karnak. Ez azért hasznos, mert bármikor, ha levesszük a kart, akkor mindig tudjuk, hogy hová kell visszaállítanunk. Ha bejelöltük a szervó középállást, akkor keressük meg a csomagba a legrövidebb szervókart. Fontos, hogy egy olyan 8-10 mm-nél hosszabb szervókar ne legyen. És akkor most illesszük a kart úgy a szervóra, hogy a jelölés a kar irányába mutasson. Előfordul, hogy a recézés miatt nem pont oda jön ki a szervókarunk, ahová felrajzoltuk a jelölést. Ezt majd finomítani fogjuk a szervó középpont eltolásával, és be is hajthatjuk a helyére a rögzítő csavart. Fontos, hogy mikor tekerjük be a csavart, akkor támasszunk ellent a szervókarnak. Úgy szereljük fel a karokat, hogy árba legyenek. Egymás tükörképei. Most pedig nézzük meg a szervókarokat. Ezt láthatjuk, hogy ez a szervókar ez tökéletes helyzetben van, ez viszont a középállástól picit el van tolódva. Na most, ezt könnyen tudjuk orvosolni, még beszerelés előtt állítsuk be a helyes középállást. Ha már telepítettük az alkalmazást, akkor nyissuk meg azt, hozzunk létre egy új modellt. Ha kész van a modellünk, akkor töltsük fel azt a rádióra. Ez nagyon egyszerű. Kapcsolódjunk össze a rádióval, nyomjunk a Connect gombra. Itt válasszuk ki a rádiónkat a menüből. A rádiónk csipogással jelző, hogy csatlakozni kíván a telefonhoz. Ilyenkor valamelyik trim gombot nyomjuk meg. Ha abban maradt a csipogás, akkor összecsatlakozott a rádió. Ahhoz, hogy a modellünk repülni is tudjon, létre kell hoznunk a rádión egy programot, amely tartalmazza a modellhez szükséges beállításokat, hiszen szükségünk lesz egy startállásra is, amikor az eldobás pillanatában kitérítjük az oldalkormányt és a magassági kormányt az előre meghatározott irányba, a dobókéznek megfelelően. Erre azért van szükség, hogy a modellünk eldobáskor ne a dobókéz után akarjon menni, hanem egyenesítse ki a röppályáját és elinduljon fölfelé. Oldalkormány mix nélkül a modell az késbeállva repül tovább a dobás irányába, az pedig nekünk nem jó. Tehát hozzunk létre egy programot a rádión. Létrehozni egy új modellt nagyon egyszerű, kattintsunk a Load gombra. Itt már láthatjuk, hogy van egy olyan opció, hogy New. Erre, ha rákattintunk, egy újabb ablakban megadhatjuk a modellnek a nevét. Yes gombra kattintva megjelenik itt a listában. Ezután csak rá kell böknünk, és a Select gombbal, illetve a Yes-szel be is töltöttük ezt a programot a telefonba. Az első menüpont a szervó, ez egy szervó monitor tulajdonképpen, ez vizuálisan megmutatja nekünk, hogy működnek-e a különböző csatornák, karok. A basic menüben a szervóknak az irányát tudjuk változtatni, itt a középállását tudjuk eltolni. Itt a szervók baloldali végpontját tudjuk állítani, itt pedig a jobboldali végpontját. Az F-peres, ez a fail-safe funkció, ez egy extra biztonsági funkció, ami akkor lép életbe, hogyha véletlenül jelet vesz a rádió és az adó. Abban az esetben a kormányokat a vevő az előre megadott irányba és mértékbe fogja kitéríteni. Ez az utolsó menüpont, az nekünk lényegtelen. Amire még szükségünk van, az majd a System menüben lesz, a programmixek, illetve az adó akkumulátor riasztás.
Akkor kezdjük is előről. A Basic menüben másoljátok le az 1-es és a 2-es csatornában lévő adatokat. Itt a szervóvégkitérésre gondolok, illetve a failsafe funkciónak az értékeire. Ezt másoljátok be a saját telefonotokon a programba. Ezután a System menübe lépve az 1-es és a 2-es mixnek az adatait másoljátok át, illetve az adó akkumulátor riasztást a saját akkumulátoroknak megfelelő értékre állítsátok be. Ide azt a kritikus feszültséget kell beírni, ami az adott akkumulátorhoz érvényes, tehát a minimum még éppen működési feszültséget, ami alá már nem szabad meríteni az akkumulátort. Nagyon fontos, hogy ez a mix 1 és 2, ez a startállásunknak a beállítása. Ez a beállítás most jobbkezes dobóknak van elkészítve. Itt az oldalkormányunk jobb oldalra fog kitérni. Ez az 1-es mix, ez tartozik az 1-es csatornához. A balkezes dobóknak nagyon egyszerű dolgok, annyit kell tenni, hogy a 28-as szám elé egy negatív előjelet kell betenni, és akkor már az ellenkező irányba fog kitérni a kormányunk. Ha ezeket az adatokat bemásoltátok a saját alkalmazásatokba, akkor utána ezt írjuk rá a rádióra, nyomjunk rá a Write gombra. Ilyenkor a rádió csipogással jelezte azt, hogy megtörtént a program rögzítése, innentől kezdve érvényes az, amit ide beírtunk. Aszerint fog működni a rádióadó. Ekkor már működnie kell a startállásnak. Illetve a kormányoknak. A baloldali kapcsoló felső állásba, normál helyzetben mozgatja a szervókat. Ez nagyon fontos, hogy mikor a szervó középállást akarjuk beállítani az alkalmazásba, akkor ez a kapcsoló ez felső állásba legyen. Lépjünk be a Basic menübe, keressük meg azt a szervót itt, amelyiknek nem tökéletes a középállása. Ez a szervó az, a 2-es csatornán van. Tehát a 2-es csatornán van a szervunk, itt kell a középállást eltolnunk. Itt beírok mondjuk egy 5%-ot kezdésnek. Fontos, hogy mindig fel kell írnunk a rádióra write gombbal a változást. Ha a helyzet talán rosszabb lett, akkor valószínűleg negatív előjel kell neki. Igen, most elkezdett jó irányba mozogni, viszont még mindig kevés az érték. Adunk neki 10%-ot. Ismét felírjuk a rádióra. De most jó a beállítás. Ezt a beállítást mentsük el a telefonunkra, a Store gombbal, illetve a Write-tal a rádióadóra. Ezek után most már beépíthetjük az elektronikát a törzsbe.